Köszöntöm kedves hallgatóinkat, én Katona Hanna Boróka vagyok, és itt ül mellettem Szabó Dorottya Blanka. Sziasztok, én is köszöntök mindenkit. Ma az Eufóriáról fogunk beszélgetni, az HBO legújabb sikersorozatáról, annak témájáról, és hogy milyen hatást gyakorol a mai fiatalokra, illetve a fiataloknak a drogfogyasztással kapcsolatos gondolataira. Ugye fontos elmondanunk, hogy erről szól a sorozat, tehát aki nem látta, annak is érdemes tudni, hogy leginkább ezzel foglalkozik, hogy a fiatalok drogot fogyasztanak, és hogy ez milyen kihatással van rájuk. Erről fogunk beszélgetni kicsit Blankával, hogy milyen a megítélése ennek a fiatalok körében, illetve hogy a sorozat milyen hatással van erre. Blanka, te mit gondolsz? Te is láttad most már mind a két évadot. Mit gondolsz úgy általában a sorozatról és annak témájáról? Hú, igen, láttam egyébként, szinte elsőként néztem végig mind az első, mind a második évadot. Én egyébként nagyon örültem amúgy, hogy egy ilyen sorozat kijött, és hogy találkozhatunk egy ilyen témával, ahol egyébként nagyon realisztikusan ábrázolják a drogfogyasztást. Annak már kevésbé örülök, hogy bárki hozzáférhet, és a főszereplő, Zendaya, aki ugye játssza a főszereplő karaktert, ő meg is osztotta, hogy a második évad sokkal drasztikusabb lesz, és sokkal mélyebb témákba nyúlnak bele, mint például az első évadban, és ezért is kicsit aggaszt ez a dolog, hogy bárki megnézheti, és ugye középiskolás diákokról szól, tehát miért ne néznék középiskolás emberek is, amikor nem feltétlenül nekik való. Ez így van, és ugye egyébként nem tudom, te olvastad-e a posztot, hogy mielőtt kijött a második évad, Zendaya ki is írta az Instagram oldalára, hogy attól, hogy középiskolai közegbe helyezték ezt az egész témát, attól függetlenül ez egy felnőtteknek szóló sorozat. Bár egyébként nem tudom, hogy felnőttek közül ki az, aki ezt így megnézi, tehát hogy oké, hogy komoly témáról van szó, de hogy mégiscsak egy középiskolai környezetben van ez beleágyazva, hogy nem tudom, hogy a felnőttekhez ez mennyire jut el, inkább a fiatalokhoz, ugye? Igen, meg szerintem nem is gyerekek problémáit dolgozzák fel benne, tehát, hogy én nem igazán emlékszem, hogy gimibe lettek volna olyan kapcsolataim is esetleg, mint amit a sorozatban megmutatnak, meg talán nem is egyedül a drogfogyasztás az, ami ilyen fura téma, hanem például az, hogy nem tudom, a szexualitásról nagyon nyíltan beszélnek. És például arról is, hogy fiatalok sokkal fiatalabbak, sokkal idősebbekkel lépnek kapcsolatba. Szerintem ez se egy olyan dolog, ami mondjuk egy átlagos gimisnek eszébe jutna a saját magától, de például úgy, hogy látja sorozatban, úgy már lehet, hogy elgondolkozik rajta. Szóval szerintem vannak bizonyos emberek, akik sokkal fogékonyabbak akkor, hogyha látják képernyőn bizonyos dolgokat, és mondjuk maguktól nem jutna eszükbe, de így hajlamosabbak rá, hogy esetleg kipróbáljanak egy-két drogot, és nem az, hogy elrettenti őket, hanem arra ösztönzi őket, hogy kipróbálják? Uh-huh. Igen, igazából ez bennem is felmerült ez a gondolat a sorozattal kapcsolatban, hogy oké, hogy bemutatja, hogy milyen hátrányai, szépen fogalmazva, vannak a drogfogyasztásnak, és hogy ez milyen fizikai és lelki tünetekkel jár, úgymond. Viszont én is ezen gondolkodtam el, hogy például, hogyha tizenévesek, akik ezt megnézik, akikről elvileg szól ez a sorozat, bár ugye hozzá kell tennünk, hogy a színészek jóval idősebbek, ami szerintem megint okozhat némi problémát a fiatalabbaknak a fejében. Tehát, hogyha ők megnézik ezt a sorozatot, hogy vajon tudják-e a helyén kezelni azt, hogy,
hogy a sorozat nem azt szeretné bemutatni, hogy drogot fogyasztani menő, hanem pont azt, hogy ez egy elítélendő magatartás, és hogy ennek nagyon súlyos következményei vannak. Tehát erről szerintem egyébként nagyon sokat lehetne beszélni, főleg azokkal, akik megnézték, és szerintem még inkább ki kellene hangsúlyozni, hogy ez a sorozat nem azért van, hogy ezt népszerűsítse, hanem pont azért, hogy ennek gátot szabjon, hogy látjátok, ez fog történni, ezért ne csináljátok. Mert egyébként én olvastam már cikkeket, amiben nem is tudom, valamik másik hollywoodi színész ment neki egészen konkrétan Zendayának, hogy azzal vádolta, hogy ő ezzel a sorozattal a droghasználatot népszerűsíti. Úgyhogy szerintem nagyon sokat lehetne erről vitázni, hogy ennek a sorozatnak inkább káros, vagy pedig jótékony hatása van a fiatalokra nézve. Az viszont kétségtelen, hogy mint a futótűz úgy terjedt el most a második évad is, és magamat is beleértve hétről hétre vártam a legújabb részeket, de jól tudom, te is így voltál ezzel. Igen. Én egyébként még abban reménykedem, hogy talán egy kicsit elindul az emberekben egy ilyen érzékenyítés, hogy nem tudom, én azt vettem észre, hogy a magyar emberek nagyon elzárkóznak például a drogosoktól, vagy hogy így ilyen ijesztő, és akkor inkább úgy vannak vele, hogy nem szólok bele, hogy mit csinál, és inkább távol tartom magam tőle, de én abban is reménykedem, hogyha mondjuk látják ezt a sorozatot, akkor kicsit barátságosabban állnak a témához, hogy mondjuk segítenek a másiknak, akiről tudják, hogy függő, de ugye ezt is nagyon nehéz észrevenni. Nagyon, én is azt gondolom, tehát hogyha így belegondolok, én a környezetemben nem is tudok senkiről, meg így tágabb értelemben véve senkinek a senkiről sem, aki drogokkal élne. Úgyhogy szerintem nagyon sok emberben van ez meg, hogy jaj, hát láttuk a tévében, oké, a filmen létezik ilyen, a sorozatban létezik ilyen, a valóságban nem találkoztunk vele, vagy legalábbis én is a környezetemről ez mondható el, hogy nem vagyunk szorosan érintettek ebben a témában, emiatt nem is tudunk nagyon vele mit kezdeni. Meg ugye az utóbbi években Magyarországon a drogprevenció is kicsit így, hogy mondjam, alább hagyott. Emiatt viszont a statisztikák kimutatták, hogy több fiatal nyúl drogokhoz, viszont nem szoktunk ezekről úgy jobban hallani, vagy nem kapnak akkora nyilvánosságot, hogy olyan igazi nagy visszhangja legyen ennek az egész dolognak. Igen, és ez egyébként elég nagy baj. Mit gondolsz arról, hogy ugye a színészek körülbelül 25-30 évesek is vannak, az milyen képet állít fel egy 14-5-6 éves fejében, hogy gimiben úgy öltözködnek, olyan testük van, amilyen nekik van, és hogy mondjuk ők nem úgy néznek ki, ahogy. Pont a héten néztem meg a második évadnak a legutolsó részét, és igazából eddig valahogy úgy, nem is tudom, úgy elkerülte a figyelmemet ez a téma, viszont ennél az utolsó résznél valami így úgymond kattant bennem is, és akkor került bennem is felszínre ez a gondolat, hogy de ezek a színészek sokkal idősebbek, és szerintem ez is egy nagyon káros dolog a fiatalokra nézve. Oké, én megértem, hogy emberileg életnek kell lenni ahhoz, hogy valaki el tudjon játszani egy szerepet. Tehát elhiszem, hogy rendes 17 évesekkel ezt valószínűleg nem tudták volna így megvalósítani, viszont ez is nagyon sok akár testképzavart okozhat. Akár azt, hogy például naív, álmodozó kislányok várják a szőke herceget a gimiben, és látják a sorozatban is, hogy hát a helyes fiú, a suliban a leghelyesebb, és hogy hát így és így néz ki. Majd szembesülnek a valósággal, hogy 17 évesen a fiúk még csak pubertások, és nem úgy néznek ki, mint a színészek, akik már tényleg 30 évesek, és érett férfiak. És ez is egy ilyen, hát, hogy is mondjam, nagyon sok zavart okozhat a gyerekek fejében, hogy olyan testalkattal bír az egyik főszereplő is, amilyen testalkattal egy 17 éves gyerek még biztosan nem rendelkezhet. Már csak azért is, mert még éppen növésben van, és nem tud úgy kinézni. Tehát azt gondolom, hogy erről is nagyon sokat lehetne beszélni, hogy nem szabad
hogy ezeket az embereket idealizáljuk, és hogy ezeknek a kinézetéhez mérjük a saját kinézetünket, főleg tizenéves korban, amikor még abszolút a változásoknak az ideje van. Hát igen, meg mikor sminkelhettünk mi úgy gimiben, ahogy itt. Hát arról nem is beszélve. Tehát a sminkek, és eleve nem is tudunk úgy sminkelni. Ja, tehát ugye hát sminkművész készíti ezeket a sminkeket, tehát nem is a sorozat szereplői csinálják ezt maguknak, hanem profi sminkmester, amihez, hát valljuk be, nagyon kevés közünk van egy átlagos reggeli tusvonal és szempilla spirálkombóval. Igen. Köszönjük a hallgatóknak, hogy itt voltak velünk. A mai műsoridőnk lejárt. Nagyon sokat tudnánk még az eufóriáról beszélgetni. Hát, napestig itt ülhetnénk. Ez így van. És arról, hogy milyen hatásait kell átgondolnunk, végig gondolnunk, és helyén kezelnünk saját magunkban annak érdekében, hogy ez ne legyen káros hatással ránk. Talán majd fogunk is még később erről beszélni. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Köszönjük. Sziasztok. Sziasztok.